Hellóztok, és köszöntök itt újra mindenkit egy új steampunkos epizóddal. Nagyon vártam már, hogy újra itt lehessünk, ugyanis rengeteg dolgunk van, többek között például a mai nap bele szeretnék kezdeni a Create modba, úgyhogy ahhoz kéne még gyűjtögetni összetevőket, úgyhogy elsősorban körbe szeretnék nézni itt a környéken, hát ha még vannak esetleg olyan generált építmények, amiket nem néztünk meg, utána pedig le szeretnék menni bányászni, ugyanis az is kell hozzá, hogy el tudjuk kezdeni. Viszont előtte meg szeretném köszönni azt a sok-sok kedves kommentet, amit írtatok a vlog videóhoz, tényleg nagyon sokat jelent ez nekem. Az ilyen típusú kis filmekből gyakorlatilag nem származik bevételem, nekem a kommentek, a fizetségek az ilyen munkáim után, és nagyon jól esett, hogy akik rákattintottak és megnézték, ők nekik tudtam mondani valamit, úgyhogy még egyszer köszönet emberek, és természetesen az is nagyon jól esik, hogy ennek a sorozatnak is tök jó a fogadtatása, úgyhogy ja, kezdjünk is bele, és nézzük meg, hogy mi van itt a környéken, azonban előtte szerint kéne készítenünk két nagyon basic itemet. Az egyik egy távcső, csak hogy így lássunk távolra. Ha már nincs benne az Optifine mod, akkor legalább ezzel szeretnék itt tudni zoomolgatni. Nagyon király. A másik pedig egy kalendárium, amihez csak óra kell és papír. Ezzel tudjuk megnézni, hogy éppen milyen évszak van. Ha így rámegyünk, látjuk, hogy a második napja a közép tavasznak. Úgyhogy ezt ki is tudjuk tenni szerintem valahova. Esetleg ide ki tudom tenni? Hát ez egy elég furán néz ki. Majd csinálnak egy kalendár slotot, de most nem érünk rá. Szerintem kell még dörtöt, bővítsük a szigetet, és elindulok ebbe az irányba, mert erre még nem voltunk. Megnézzük, hogy itt errefelé mi van. Na, nem is kellett sokat jönni. Van itt egy ilyen kis barlang. Remélem nem medve barlang, mert a grizzlikkel már volt korábban gond. Ez mekkora egy csirke? Két megettek egy csirkét, meg itt megettek valami másikat, nyuszikat. Ezeket visszük. Van egy láda kezdőcuccokkal. Nagyon jó. Hát így kis táborokat jó, hogyha generálgat néha nekünk a játék. A térképen nem látok ellenfeleket. Az még egy kis segítség. Remélhetőleg akkor bent sem lesznek. Ez már egy romos viskó, mintha már jártak volna előttünk, illetve elvitték a cuccokat is. Á, itt még van egy torta, meg kell húzóckodnom ide szerintem éjszakára. Ez pont olyan fogadó, amit én korábban építettem, vagy legalábbis nagyon hasonlít a dizájnja, de lootolták. Ó, egy suspicious stew. De parák este a mosómacik. Pedig gondolom, hogy nem akar rosszat, de úgy világít így a sötétben a szemem, mint hogyha valami nagyon veszélyes mob lenne, pedig inkább én vagyok rá veszélyes. Mit adsz mosó, Maci? El akarom ölni. Bocsánat, kíváncsi vagyok. A farkát odaadta. Olyan gyönyörű esti spotok vannak, csak így megyek, és meg kell állnom néha, hogy megnézem a gombákat, a fák törzsén, meg ezeket a kis Szent János bogarakat. Miért nem adnak be ilyet a játékba? Hát ez már erről volt szó, hogy ez bekerül. Mi lett velük? Na és hát minden felérek a hegy tetejére, már szinte reggel is van. És szintén itt van a közelben egy félig meddig ilyen mágikus forest. Van benne mindenféle fajta fa, és itt csillognak, villognak. Gyönyörű. Lehet, hogy egy pár saplinget kéne otthonra is vinni, bár nem akarom megtörni annak az őszi varázsát annak a helynek, de ugyanakkor meg tök jól néz ki ez a terület is. Nem tudok választani. Itt egy tábor. Jaj, ne, de pillagerek tábora. Mennyit sebez egy ilyen? Hát van egy full felszerelés, full vas felszerelésem. Itt valami spawnerjeik vannak ezeknek, mert folyamatosan jönnek. Nem elég... Ah, igen, hát nem hiszem el. Hát nem tudok ennyit kivédeni sem. Baj van. Nem védte ki a pajzsom. Ezt okosan kell megoldani. Megyek itt ebbe hátulról nekik. Ez elég hülyén hangzik, de nem baj. Ha? Itt egy spawner. Oké, jön vissza. Lehet, hogy van még egy valahol. Valahol itt a farakás környékén lesz, de hol? Farakásban? Ott a farakásban, tényleg ott van. Oké, ezt kivédtük. Spawner kiszedve, és kivédtük. Jaj, de jó, nagyon jó, nagyon jó. Le is ültél ide, ez még jobb helyen vagy, mint voltál. Ha nem lenne ez a pajzs, én nem tudom, teljesen nagy bajok lennének itt. Viszont biztos, hogy fogok majd csinálni egy rendes fegyver armadát ezek ellen. Mármint, hogy tudom, hogy van itt minden lángszóró, meg amit csak el tudtok képzelni, ilyen steampunkos fegyverek. Nézzük akkor, hogy mit rejtegettetek itt a helyeteken. Hát például van itt is krétes dolog, például egy ilyen húsforgató valami, ami ez esetben bőrblokk, szóval 9-szer a bőr. Köszönöm szépen, de ha már kréttel fogunk foglalkozni, akkor ezt elviszem. Mind mehet ide az Ender Chestben. És látok ládákat emeraldokkal,
meg egy enchanting könyvvel végre lesz akkor íjó, meg íveszőnk. Illetve érdekes mód, itt vannak szétszorva a földön húsok, meg egy napló bejegyzés is. Evoker's Orders, ez a címe. Napló bejegyzés 153. nap. Az Evokerek küldtek minket egy ilyen kis felfedező küldetésre a rejtélyek labirintusában. Azt mondták, hogy van ott egy rejtett kincs, de ötletem sincs, hogy vajon miről beszélhetnek. Lehet, hogy valami új vezetőség kéne az Illidzserek között. Tehát ez egy Illidzser camp volt a napló bejegyzés szerint, és valami kincset kerestek, de csak idáig jutottak még. Lehet, hogy akkor ezt a Labyrinth of Mysteries nekik is meg kéne keresni, hogyha ez egy ilyen híres dolog. Illetve volt itt még, ja, itt is van elrejtve, még egy napló bejegyzés. Peternek a naplója, 64. nap, pont egy stack nap. Ma megtámadott minket egy varjú. El tudod te ezt hinni? Egy varjú! De valaki meg volt róla győződve, hogy ez igazából egy boszorkány áruhában. Úgyhogy elkaptuk ezt a varjút, és vissza akarjuk vinni őt a Fortressbe. Vagy igaza van Johnnynak, szóval ezt Johnny gondoltak, hogy egy boszorkány, viszont Johnny teljesen elvesztette az eszét. Maradjon közöttünk, de szerintem Johnny már rég elvesztette az eszét. Ki ez? Ó, ez az a varjú, amiről beszéltek? Lehet tényleg egy boszorkány? Hát tudod mit, ezen nem múljon, akkor viszem én haza. És benne is maradt a varjú a ketrecben, hát ez tökéletes. És ki ez az elkapott villager? Te ki vagy? Junita, hát vele nem tudok semmit se kezdeni. Rólad nem szól semmelyik napló bejegyzés? Vagy ez csak egy ilyen random hadifogó itt a környéken? Meg amúgy lehet, hogy nagyon csúrónak fogtok nézni, de viszem haza ezeket a székeket is. Nekem ez kell. Sőt, hát nem csak széke van itt, mint érték, hanem szén is. Hát ezeket a kialudt campfire-öket én bontom is le, és viszem belőle haza a szenet. Megint a szemek. De várj, ezek a szemek most nem a izékhez tartoznak hozzá, ezek tényleg szellemek. Azért te megint mosómaci vagy valami ilyesmi. Hogy nézze? Jaj! Kettő is van! Valaki közben hátba fog engem kapni. Sokat sebeztek ti is. Meghaltak. Semmi extra loot, csak csont. Na, otthon, édes otthon, hála égnek visszatértünk épségbe. Le is teszem ide akkor itt ezt az új zsákmányt. Nem tudom, hogy boszorkány vagy csak egy sima varjú, de minden esetre itt leszel. Meg a maradék cuccot is lepakolom, amiket gyűjtögettem itt útközben. El lehet kezdeni megint csak bővíteni a kis szigetet, most már másik irányba is. És akkor a következő részben akár meg is állhatnánk egy normális ház felhúzásának, nem csak így a cuccaink lepakolásának. Viszont előttem, hogyha kréterhez szeretnénk, itt az idő, hogy egy kicsit lemenjünk a barlangokba, és szerezzünk még vasat, meg más ilyen kezdő tucat hozzá. Meg a Questbook egyébként azt mondja, hogy most még lenne az idő, hogy gyémántokat is szerezni. Te mi a jó ég vagy? Te nem nézel ki teknőstek, mint a többiek. Ez ami elátkozott gonosz squid. Engem akarsz? Mit akarsz te? Bakker. Megvakít. Ellök. Hát én ilyenekkel nem akarok élni, ezeket ki kell írteni ebből a tengerből. Jó, egyelőre tiéd a tenger, hogyha lesznek fegyvereim, gépfegyver, szét foglak téged darálni. Undorító. Na jó, itt az idő, hogy leinduljunk bányászni. Na hát itt is van, amit kerestünk, andezit, ebből kell egy csomó. Ez egyébként csak simán deep slate ez a fekete, csak látjátok így a textúrák egy kicsit így átfolynak, szóval most érünk el azokhoz a mélységekhez, ahol talán már gyémántot is fogunk találni, de érdekes módon most amire nagyobb szükségünk van az a közönséges andezit, úgyhogy ebből kell szennem egy csomót. Ez egy andezit bánya, rengeteg van, ez itt pedig silver, úgyhogy lesz akkor ilyen kezdve egy kis ezüstünk is. Ez meg ugye a másik nagy kedvenc modomhoz kapcsolódó érc, az Immersive Engineering, ott meg eznek az az alapja. De rengeteg érc van még, amit nem tudom, hogy mit ja, ez redstone. Oké. Okay. Nagyon máshogy nézett, jó, oké, okay. Nem kell nem ismered fel a redstone-t, Bence, nem ismered fel a redstone-t? Mekkora barlangrendszer, de ahogy látom, szerencsénk van, mert belefutottunk egy jó kis NPC bányába, és még más furcsa arkén kristály ércekbe. Csak ki kellett mennem, megérkezett a futárom. Kis szemhéj púder, ami jött. Természetesen nekem lesz. Valamitől sebződök, lehet, hogy túlságosan mélyen vagyok. Ó, tényleg, hát a légnyomás, amire mondták, hogy oda kéne figyelni. Én már túlságosan alacsony vagyok, meg fogok halni. Na jó, úgy látszik itt a Deep Slate színnél egyelőre nem tudunk mélyebbre merülni. Oh fuck.
mert hogy egyrészt nagyon meleg is van, másrészt pedig a légnyomás is borzasztó, tehát kevés az oxigén, még ezzel a maszkkal is hiába veszem fel, így is sajnos kevés, úgyhogy ideig most fel kell mennünk a felszínre. Itt is vagyunk, és nézzétek, ki jött még fel velünk a felszínre. Hát csak nem a híres Umbrey, egy ilyen kis kereskedő goblin, hasonló, mint a Traveling Merchant, csak nála ércekkel lehet kereskedni. Tehát ha van mondjuk kiégetetlen vasam, azt oda lehetne neki adni. Olyanokat tudok vele kereskedni esetleg, hogy flintet alakít át nekem kettőt is gravelből, szóval elég megérős trédjei vannak. Vagy ami még jobb, szerintem a zombi húsokat is végre le tudnánk passzolni. Add érte szenet! Hát kell lennél jobb. Umbrey, itt van a hús, tessék. Na, de viszont andezitet és vasat gyűjtöttünk, szóval ez pont elég ahhoz, hogy bele tudjunk kezdeni a crate-be. Itt is van egy kis ismertetés, hogy pontosan miről szól is ez a mod. Elsőnek, ami nagyon fontos, hogy meglegyen egy szemüveg, amivel tudjuk majd látni a crate-es dolgokat, és egy wrench. Mind a kettőhöz azonban ilyen kilapított ércekre lesz szükségünk, szóval elsősorban kéne egy eszköz készíteni arra, hogy érceket tudjunk kisimítani, és ez pedig a mechanical press lesz. Szóval jöhetnek is az andezit alojok, amik andezitek és sima ironok összekeverve. Van 32 darab andezit alojunk, ezzel egyébként küldetés is teljesült, XP-t kapunk plusz 5 szint. Az andezit aloj gyakorlatilag mindennek az alapja, ami a create módban van, szóval ebből készülnek például az olyan casingek, amiket, hogyha így végig cuttingatunk, akkor már ezek ilyen összetevő építőanyagjai lesznek a crate-nek, ezeket fel is lehet szenni, és készíteni belőle a cuccokat. Mert hogy például a mechanical press is ezekből készül, nézzük is, hogy hogyan áll össze, itt is van, és akkor ezt most már csak energiával kell majd ellátnunk. Ez egyébként, hova is tegyük, jól látszódjon, szóval így fog kinézni, és akkor ezt tudjuk majd mi is üzemeltetni, akár egy ilyen kis kallantyúval, vagy hogy hívják, egy kis tekerővel, amit már egyébként korábban szereztünk, itt is van. Na de hát ilyet mi is tudunk mostantól kezdve csinálni, szóval nem csak találni lehet innentől kezdve, hanem most már, hogy vannak andezit alojaink, mi is tudunk készíteni, és akkor meg fogunk ilyen aranyokat, meg esetleg egy pár vasat, mondjuk 6 darab, akkor most már jöhet ebből is. A letopunk egyet, megcsavarjuk, és már össze is nyomta. Egy bonkos achievementet, ez zseniális. Ha többet nyomok alá, akkor szerintem nem fog működni, de lehet, hogy működik akkor is. De egyesével csinálja, sajnos, hiába. Nem baj, a lényeg az, hogy működik. Hát ez egyelőre egy kézi meghajtás. Ezért lesz majd szükségünk automatizálásra. Vasakat is agyon nyomkodom. Aztán majd készíthetjük is a gépet, ami majd helyettünk meghajtja ezeket a presszeket. Workout session, nézd meg! Olyan nehéz ezt hajtanom, hogy egyrészt elfogyott a kajám, kaptam érte achievementet. Másrészt meg teljesen kigyúrom magamat, ez olyan lesz, mint a GTA-ban, tudod, amikor sokat edzel, de közben eszem a sült krumplit, szóval ez az, amikor a GTA-ban egyszerre vagy százasan elhízva, meg százasan kigyúrva, és akkor ja, érdekesen nézel ki. Na most én így érzem magamat. Na megvannak akkor az agyonnyomott kis tucaink. Nézzük akkor a wrench-et is, amihez meg kell csinálnunk az első fogaskereket, amihez kellenek nyilván ilyen fogaskerék alapok. Másrészt pedig ezt szintén összekombinálva még egy kis andezit alojjal megkaphatjuk a rendes cogwheel-t belőle, szóval az most már így néz ki. Ezek mellé tudunk itt tenni másikat, de ezt majd akkor, hogyha ott tartunk. Viszont az tuti, hogy kelleni fog a wrench-hez egy cogwheel, egy pár golden sheet és egy sima stick. És tessék, megvan a wrench. Nagyon jól nézzünk ki vele. Ezzel a wrench-el lehet így egy klikkel az összes gépet megfogni, felszenni, arrébb helyezni. Alapból az építés sokkal egyszerűbben működik, hogyha van egy ilyen wrench nálunk mindig az egyik kezünkbe, és akkor csak simán shift-jobb klikkel fel tudjuk szenni a dolgokat. Közben elkészültek szerintem az üvegek, és akkor megvan a szemüveg is hozzá, amit felhelyezve, alapból is van egyébként a skinemen egy ilyen steampunkos szemüveg, de most kaptam még egyet. Most olyan, hogyha nem is lenne rajtam semmi amúgy, ugye? Pont olyan, a skinemen pont úgy néz ki a szemüveg, mint a steampunkos. Jó, volt alapból egy rajtam. Na minden esetre ezzel a szemüveggel már látni fogjuk, hogy éppen melyik gép mennyit fogyaszt, tehát például ott fent most már írja, hogy nulla SU van benne, tehát stress unit, az itt kb. Olyasmi, mint az energia.
De hogyha még mondjuk alá dobok valami kis ércet, hogy addig is dolgozzon rajta, akkor a kéz meghajtásunkat szintén stress unitnek fogja érzékelni, szóval ezzel, amikor itt tekerem, 256 stress unitot termelek, de ugye ez csak az idő alatt működik, ameddig én itt ezt a kart nyomogatom, szóval onnantól kezdve ismételten elfogy belőle a cucc. Aztán jöhetnek másfajta építőanyagok, amik szintén fontosak lesznek, ezek a linear cases-ek. Ezek olyan blokkok, amik így kb. Összetudnak tapadni, mert hogy a Createpontnak az a nagy különlegessége, hogy ezek a gépek nem csak így önmagukba tudnak létezni, hanem más hasonló gépekkel együtt egy mozgó gépezetben is részt tudnak venni, és ott is tudnak dolgozni. Ezek az úgynevezett contraptionok, és ezekhez kellenek például ezek az építő blokkok is, tehát hogyha így rákattintunk, akkor van egy ilyen kis animáció, ahol tök jól megmutatja nekünk, hogy milyen szerkezetet tudjuk majd például alkalmazni az épp előbb elkészített create-es blokkot. Látjátok, hogyha például más elforgatásban van, vagy színben, akkor az már nem tapad hozzá az eddigi forgó részekhez, de így működnek a contraptionok. És az a durva, hogy minden egyes create-es eszköznél ugyanúgy meg lehet nézni, hogyha egy nyomva tartjuk a V betűt, hogy ezt hol tudjuk majd használni. Tehát tessék, itt van a Mechanical Press, megmutatja az alap működését, hogyha meghajtjuk energiával, tessék, kilapítja nekünk az érceket. És akkor még megmutat pár más egyéb felhasználását, ahol mondjuk egy kicsit komolyabb szerkezetben már mondjuk egy láda adogatja a dolgokat, és úgy lapítja agyon nekünk a cuccokat, de ezt bármikor így megállíthatom, megnézhetem, hogy az éppen melyik eszköz, vagy visszajátszhatom az elejére, tehát ez valami olyan elképesztő minőségi módon van összetéve ez a mod, hogy szavak nincsenek rá. Aztán itt vannak még más elrendezések is, ahol még komolyabb gépekbe mutatja meg a használatát. Sokfajta felhasználás, ez például blokkokká tömöríti össze a dolgokat. És akkor ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy mindegyiknél, tehát nézzük meg mondjuk egy kicsit látványosabb, komolyabb eszközöket, amik már ilyen mechanikus karok lesznek, szintén a Create adja be. Ezeknek a segítségéről, az ilyen display standekről pakolhatjuk át egyik helyről a másikra a dolgokat. De nézzek, mennyire smooth, mennyire flawless módon teszi ide meg oda. És akkor meg lehet neki többet is adni, és akkor mutatja, hogy mekkora a range, honnan hova tudja tenni, ezek természetesen teljesen konfigurálhatók. Szóval az a túl, hogy ehhez a modhoz még tutorial videókat sem, vagy Wikipédiát se kell feltétlenül nézni, mert annyira jó kis szemléltetést ad nekünk, hogy hogyan lehet felhasználni, milyen formában ezeket a különböző dolgokat. Készítsünk egy kicsivel nagyobb fogaskerekeket is, amik egy pár fa hozzáadásával készülnek. Itt is van. Beszarok közben, elkezdtek felülni a teknősök ide a tűzhöz. Jobban, otthonosabban érzik magukat itt ezen a helyen, mint én magam. Vissza kellett jönnöm ide a varázsló tornyához, amit múltkor találtunk, mert hogy van itt rózsakvarc, és erre pont szükség lesz a Createben. Akkor már viszem itt a könyves polcokat is, meg a furnace-t, mindent. Ezzel most már nem múlik, akkor most már viszek mindent, hogyha itt vagyok. Na és ezeket a kvarcokat megcsiszolva ilyen sandpaperrel megkaphatjuk a csiszolt változatát, amire azt írja, hogy pink diamond, de hát azért ez elég távol áll a gyémántól, mert igazából ezek a kvarcok csak redstone és nether quartzból állnak. Minden esetre ezek rengeteg fontos craftinghoz szükségesek lesznek, ugyanis ezekből készülnek az elektrontyúkok. Viszont ezeket majd csak a részkorszakban tudjuk következőnek használni, amihez még bányásznunk kell, úgyhogy ennek örömére én azt gondolom, hogy csinálhatnánk is még a bányászgépeket ilyen kis drillek formájában, szóval kell a maradék andezit aloljunk, kell nekünk még andezit készünk, és akkor jöhetnek is egy adag drill, plusz majd, hogyha ezeket leszeretnénk engedni akár egy pányában, akkor késztek még egy ilyen rope pulit, amihez szintén van egy jó kis animáció, ezzel meg tudja mutatni, hogy mit is tud pontosan ez a blokk, gyakorlatilag csak leereszt egy ilyen kis kötelet, és ezzel felhúz, vagy leereszt más blokkokat, és hogyha erre rákötnénk mondjuk ilyen drilleket, akkor esetleg ezeket is leengedhetné így a föld alá, amivel az első automata bányászós dolgunk meg is lenne. Úgyhogy nézzük is, hogy mi kell hozzá, hogy meglegyen az első energiatermelő forrásunk. Hát például egy ilyen water wheel, aminek segítségével ugye vízből tudunk energiát termelni. Beszélünk készítek is rögtön négyet, és aztán ezt még tovább lehet fejleszteni egy párat, mondjuk kettőt tovább is fejlesztek ilyen nagy water mill-lé, hogy ez még több energiát tud termelni. De kellenek azért kicsik is, csak hogy megnézzük. Szóval, hogyha ezeket elhelyezzük, vagy így vízszintesen, vagy pedig így függőlegesen is el lehet helyezni, hát horizontálisan és vertikálisan is. De szerintem rögtön nézzük akkor a nagyot, és akkor ez itt jó is lesz szerintem neki, hogy mondjuk itt egy ilyen nagy water mill-t megcsináljunk. Kérjük csak azt, hogy hogyan tudjuk úgy elhelyezni, hogy ez így viszonylag jól nézzen ki. Hát egyébként nem rossz. Úgyhogy kiveszünk innen pár vödör vizet,
akkor lehet, hogy meg tudjuk hajtani, ugye kell, hogy a víz folyjon bennem. Pár plankkel így elkerítjük ezt a részt. Ezeket a kajlókat kiszorom, és majd így végig fogom pakolni vele a szigetet, mert jó dekoráló anyag. Oké, másik oldalt is. És akkor mondjuk, hogy erről az oldalára kimerek egy adag vizet. Már el is indult. Jaj, de jó nézni. És ez termel egy adag, még az egészen pontosan 512 darab SU-t, tehát stress unitot, de ezt még ugye tudjuk fejleszteni, hiszen többet készítettünk, és bár a termelése az ennél magasan már nem lesz, hát ez a max kapacitás, amit ki tud magából bocsájtani, viszont a gépeknek a mennyisége, amit még rá tudunk kötni, hogyha több water wheel van, akkor több gépet is tud ellátni, és akkor ezek itt tök jól így összetapannak, és elég, hogyha csak az egyiket megpörgetjük, már a másik is pörög vele együtt, szóval még mindig 512 a stress unit, viszont mégiscsak több képet fog tudni majd kiszolgálni végeredményében, úgyhogy ezeket a kis shaftokat már így rá is lehet küldeni, és látjátok, pörögnek vele együtt, és hogyha teszünk ide mondjuk egy ilyen cogwheelt, akkor már ezt is meg tudja hajtani, sőt, akkor érdemes lenne visszapontani, és rögtön egy ilyen nagyobbal kezdeni, nem? És akkor mellé pedig egy ilyen kicsit elhelyezni, és akkor ezt is meghajtja, és az benne az érdekes, látjátok, hogyha egy nagyot és egy kicsit így egymás mellé kötünk, akkor a nagy a mozgásának köszönhetően felgyorsítja a kicsit, és ezzel sokkal gyorsabb forgást tudunk elérni, hiszen hiába vezetünk bele ebbe nagyobb vizet, a vízi malmunk az már ennél gyorsabban nem fog tudni forogni, azonban, hogyha teszünk belé még ilyen gíreket, akkor látjátok, ez a nagy határozottabban, gyorsabban pörög, mint ami itt mellette van, a hátsó. Ezért gyorsítottunk a forgásán az egésznek, sőt, hogyha megnézitek, még az irányát is megváltoztattuk a forgástak. A water wheel az így ebbe az irányba megy, míg ez a kerék már a másik irányba pörög, hiszen, mint egy redstone torch, amikor két fogaskereket egymásnak teszünk, azok megfordítják a forgási irányt. Na most nekünk itt az elején szerintem érdemes minél jobban meggyorsítani ezeknek a fogaskerekeknek a forgását, hiszen akkor a rákötött képek is gyorsabbak lesznek, viszont cserébe többet fogyasztanak. Szóval nézzük meg, hogyha mondjuk rákötünk ide erre egy fogaskereket, így egy nagyot, és ide eltesszük ezt a mechanical press-t, pontosabban ez nem is a mechanical press, hanem itt is van a mechanical press, akkor, hogyha teszünk neki ide egy pár koppert, innentől kezdve automatikusan kezdi el összenyomni, de annyira lassan látjátok, hiszen nagyon lassú a forgása a gépnek, hogy ezért ez nem egy nagy sebesség, ez még akkor is gyorsabb, hogyha én magam tekergetem. Szóval miért ne gyorsítanánk meg még több fogaskerékkel ezt a folyamatot, csak arra az egy dologra érdemes odafigyelni, hogy két különböző sebességi fogaskereket nem köthetünk egymásra, tehát ez itt forog egy adott sebességgel, ez már egy kicsit nagyobb sebességgel forog, hogyha én közéjük teszek egyet, akkor az látjátok rögtön le is pattan, mert hát ez így fizikai képtelenség lenne, hogy egyszerre két erővel hajtjuk meg. Úgyhogy ha ezt kompaktan szeretném megoldani, akkor ezt itt lezárjuk, így most már nem fog hozzá csatlakozni, és akkor lehet megint tenni egy ilyen kis kereket, így már ez a gép is gyorsabban fog tudni mozogni, viszont ugye többet is fogyaszt. Jelen esetben 64 SU-t fogyaszt, hogyha én ezt megfogom, és átteszem ide, akkor egy magasabb sebességgel már 128-at. Viszont megnézhetjük, hogy gyorsabban működik-e a kar, nem sokkal, de azért egy érezhető különbséggel gyorsabban nyomja össze. Úgy baromi jól néznek ki ezek a fogaskerekek, tehát nem vett le egy dekormod is. Készítsünk egy ilyen speedometert, hogyha még jobban szeretném megnézni, hogy hogyan is állnak össze a gyorsaságok. Látjátok, itt egyrészt mutatja az irányát, másrészt pedig ott fent írja az RPM-et, tehát ez a gyorsasága a folyamatoknak. Ez itt 16-os. Hogyha áttesszük a túloldalra, és megnézzük, hogy mi az alapsebessége, hogy honnan indult, akkor látjátok, hogy csak 4-es. Ez azért lesz fontos, mert majd így tudjuk a különböző gépek fogyasztását ellenőrizni, úgyhogy én lehet, hogy még egyet gyorsítok rajta, mit szólnátok hozzá. Ezt itt még lezárjuk egy casinggel, és egy kis fogaskerék, nézzük most mennyi. Kicsit hülyén tette le, de ez most már moderate, 32-es sebességű, ez tök jó. És készítsünk egy gearboxot is, ami szintén csak egy tök jó kis segítség lesz ahhoz, hogy mondjuk vezessük ezeket a shaftokat, tehát hogyha ezt ide letesszük, akkor mostantól kezdve tudunk irányt változtatni, ebbe az irányba is tudjuk az energiánkat folytatni, kivezetni és rákötni valamire. Na most szerintem próbáljuk megcsinálni azt a kis bányászgépet, amit mondjuk ide szeretnék elkészíteni. Alá pedig mehetnek ezek a elkészített drillek, ezeket ugyanezzel az eszközzel lehet forgatni is.
És akkor itt szépen végigpakolni ezt az elkészített 9 darabot. Jó, és akkor mehet ide egy pár láda, ebben majd be tudják gyűjteni az összeszedett érceket. Aztán le kellett jönnöm egy kicsit bányászni, mert muszáj vagyunk még dungeont keresni. Azért, mert nincs slimeballom, és slimeballt kell valahogyan találnunk. Hát ebben nem volt. Hát esetleg abban... Ah, be sem volt, de kár. El kellett jönnöm ide a mocsárba, ugyanis szükség van egy pár slime-ra. Na, és akkor ezzel itt tudunk csinálni egy super glue-t, ami nagyon hasznos lesz nekünk a contraption-ökhöz. Egyre több teknős ül itt a tábortűz környékén, elképesztő. Mert hát ezzel az eszközzel tudjuk így összeragasztani a teljes contraption-t, mindent, amit szeretnénk mozgatni, például egy ilyen köteles dologgal. Szóval én azt gondolom, hogy ezeket itt össze is tudjuk kötni, és most már csak be kell kapcsolnunk azzal, hogy megfordítjuk a forgásnak az irányát, hogy lefele tolja a dolgokat. És elvileg el is kezdtek dolgozni a drillek, ami nagyon jó. Ezekben a ládákban automatikusan begyűjtik az összegyűjtött dolgokat, szóval megvan az első contraptionünk. Tök jó, mert mindegyik láda, ami ennek a szerkezetnek a része, bármelyik pontján van, a kiszedett dolgokat automatikusan oda begyűjti, szóval tök messzire is tehetném a ládákat, hogyha hozzá vannak így ragasztózva ezzel superglue-val a gépezethez, akkor begyűjti oda a dolgokat. Csak az a baj, hogy ő hiába tud lemenni olyan mélyre, nekünk viszont azonban szükségünk van oxigén palackokra, ezek lesznek az összetevők. Meg is van a Copper Backpack, ami egyébként egyben külletés is. Hogyha megnézitek ezt a Thin Air-es részét a questbooknak, akkor például tök jó, mert ilyen kreatív dolgokat kapunk hozzá, mert szintén csak ez a mód kell ahhoz, hogy mélyebbre is le tudjunk menni. Most már csak egy diving helmetre van szükségünk, szintén csak copperből. Ez pusztán egy üvegre és pár copperre van szükségünk, ez meg is van. És kaptunk vizet, plusz itt van a backpack. Itt nagyjából érje ugyanazt a folyamatot, mint amit most megcsináltunk, hogy hogyan tudunk energiát termelni a világba, mert ugyanis energia szükséges majd ahhoz is, hogy feltöltsük a backpacket. Tehát, hogyha ezt meg szeretném tölteni, akkor ezt itt leteszem, és akkor látszik, hogy ott a tetején ott van az a kis forgatós része, amit meg kéne egy kicsit mozgatni ahhoz, hogy össze tudja tömöríteni a levegőt, hogy legyen elég oxigénünk lent is. Szóval mondjuk ide teszem, és átforgatjuk ezt a gearboxot, hogy valahogy lefelé is, ja, lefelé is kezdje el nyomni és tömöríteni a levegőt. 15 percnyi levegőnk lesz, aztán a maszkot felvesszük, és tessék, mint hogyha merülni mennék a víz alá. Egyébként arra is jó, de sajnos a mélységekben már nincs elég oxigén ahhoz, hogy le tudjunk menni, ezzel majd le tudunk menni legalább olyan mélyre, ahol a drill tart, ami most már lassan szerintem Deep Slate részen van. Hálainek nem állítja meg a víz sem, de ezeket megint át tudunk venni pár küllet és jutalmat, andezitek, krétek közül is, nézzetek mennyit megcsináltunk, fogaskerekek, nagy fogaskerekek, hát nagy utalmat nem kapok, de mondjuk örülök, hogy legalább ezeket az andezit alajokat nem kell összegyűjtenem. Egy iron sheet block, nagyon jó, itt a fúró, kapok plusz egy fúrót, megvan a gearboxunk is, cogwheel, nagyon jó, speedometer, redstone, superglue, még egy superglue-t kapok, na ez viszont tök jó, mert slime blockból volt, vagy slime ballból volt a legkevesebb. Úgyhogy most azt hiszem minden jutalmat átvettünk. Csináljunk egy ilyen clutchot, ami így készül. Ez az az eszköz, aminek segítségével akár redstone-nal is tudjuk vezérelni ezeket a gépeinket. Szóval ez egy olyan blokk, amit hogyha beépítünk a szerkezetbe, meghúzzuk a kapcsolót, akkor tessék leáll ez is, és leáll maga a bányászgép is. Hogyha újra adunk neki jelet, akkor újraindult ez a gép és a bányászgép is, úgyhogy akarok csinálni még egy ilyen gearshiftet, csak hogy azt még ide rákötve ismételten meg tudjuk fordítani az irányát, szóval most már felfelé húzza a gépünk, ez így is működik. Milyen vicces lenne, hogy most kiszívnál belőle az oxigént, amit eddig megtermelt. Ennek tök mindegy, hogy hogyan forog. Ezt bármelyik irányba forgathatjuk, így is ő is tömöríti az oxigént, csak kapjon elég energiát. De nézzük meg, hogy mennyi cuccot húzott ki nekünk összesen ez a szerkezet. Alig várom már, hogy a gőzgépekbe is belekezhessünk, mert ugye máshogy is meg lehet hajtani ezeket szélenergiával, vagy akár gőzgéppel is. Na nézzük, egy teljes ládát megtöltött, még nikkelt iszett ki, lapis lazulit is gyűjtött valahogyan. Ami nagyon érdekes még, hogy mennyire átdolgozták az alapmechanikákat, például a sima pisztonoknak a működését. Ugye itt van egy mechanical piston, ez amit bead maga a create mod, és hogyha visszajövünk ide, és energia alá látjuk el a pistont is, akkor láthatjátok, hogy neki is van az oldal egy ilyen forgatható rész, amin keresztül energiához tud jutni, és a fejét azt rendesen az alapján tudja kitolni,
számolni, hogy hány ilyen kis szegmest teszek mögé. Tehát így szépen előre a hátsó részét így előre tudja tolni, és olyan messzire tudja kinyomni magát. Az item depottal pedig itemeket tudunk ezen tárolni, gépekkel interaktálni, vagy akár ez is úgymond egy rögtön egy ilyen contraption része lesz, szóval megy vele együtt, ahogy a piszton kitolja. És bármennyit rátehetek, ez zseniális. Sokkal logikusabban működnek így a pisztonok. Ó, mi a szar? Kijött a squid? Mi történt veled? Azt mondja, megunta, hogy nem ér el engem a víz alatt. És úgy döntött, hogy akkor inkább kijön és itt fog engem megcseszni. Menj bele a tűzbe, égj el. Á, nem, ennyire nem hülye. Tektősök igaz. Meg kell jönnöm egy fa alá. Na jó, hát akkor leszámolás kell itt tartani, minden egyes ütés után amúgy ő is lő egyet, de így hála égnek a fa alatt nem talál el. Borzasztó. Mit adsz? Mi? Csak simán inkszek? Nem áll, ez még meg se érte. Nézzük, meddig sikerült lefúrnia, hát ez most már az a szint, ahol nekem fogy az oxigénem, úgyhogy felvesszük ezt, és ready for the depths. Tessék, itt vagyunk a mélységekben. Óriási. Ballangba jutottunk. Pár ilyen kis köcsög, ezt szétverem. De ez van, ha meglátok egy köcsögöt, leverem! Óriás teknős, teknősök vannak fent, teknősök vannak lent. Mindegy, addig jön, ameddig nem squid. Hogyha óriás squid is lenne, na, az már... Na, ez tessék, valami mechanikál dolog. Megint egy valami kis steampunkos ellenség. Kettő is. Don't starve-ba láttam utoljára ilyeneket. Most már legalább tudom, hogy melyik élőlényt utálom a legjobban. A squidet? Eddig se szerettem őket, de így, hogy látom szteroidos formában, a szteroidos squidek az én ősi ellenségeim innentől kezdve. Gyémánt! Oké, okay. GG emberek. Megvan az első, és egyetlen darab gyémántunk. De nem baj, ez is valami. Kusztustalan creeper. Intruder. Jó! Úristen, bárhányszor robban egyet, minden egyes alkalommal több lesz belőle. Ah, oh, de viszont itt van több gyémánt. Jaj, nagyon jó, annyira gyönyörű. Nagyon szépek, köszönöm. Ez mi az Isten? Spider egg? Fúj! Mire számítottam? Az de gusztustalan. Mondjuk én imádom az ilyeneket, de azért elég gusztustalan. Csak közben ez a másik meg a lő. Pedig amúgy te lehet akartál támadni. Meg... hát silverfishek lettek belőle nyilván. Segíts már be egy kicsit, bro. Na basszus, de nem téged akar... Uránium érc. Immersive engineering, de jó. Végre. Nem tudom, kapok sugárzást, mindegy, kiszedtük. És még több gyémánt. Yes. Miért adott kettőt? Lehet, hogy a miningos skillpontjaim miatt. Ott is az, ugye? Nem is kell messzire menni, hát itt van egymás mellett, a gyémánt lerakat. Na, hát itt vagyunk. Csodálatos, visszaértünk, pont napfelkeltél. Mi? A teknős megsebzett átváltott ilyen Super Mario-s pörgésbe? Mi ez? Miket tudnak? Ó, ez biztos valami easter egg a... Ezt nem is tudtam, hogy ezekre így rá lehet ugrani. Majdnem megölt a teknős, pedig azt hittem jóba vagyunk. Ez a mi kis tábortűzünk. Oké, szóval összesen 11 gyémánt, meg most már vannak minimál gyémánt felszereléseink is. Nem nagyon akarom egyébként őket átcraftolni, még már lehet, hogy ezzel a tetrással jobban tudunk, hogy ez olyan tinkers-es dolognak néz ki. Viszont át tudjuk érte venni a jutalmakat. Természetesen ezeket is. Ó, slimeball tökéletes. És egy random reward megint csak, lehet, hogy megint nyitunk valami jót. Nézzük, mit ad be. Forest ingotot, ez az Inter RPG-ből van, ezt még nem ismerem, ezt szóval tennek, majd utána nézek, de minden esetre az, hogy egy ilyet nyissunk, az 5% csak, szóval ez a harmadik legritkább volt, amit kinyithattunk volna. Viszont már köszönöm szépen a figyelmet, ezt a harkályt is még ide ültetem magunkhoz. Remélem tetszett ez az epizód számotokra. Hamarosan találkozunk a következőben, a vasárnapi résszel, szerintem akkor már bele is kezdünk a házépítésbe, úgyhogy köszi még egyszer, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és... Sziasztok!